Miért hívja a szalmakalapos kalózok hajóácsa Frankie a fogadott testvérének, a babaruhás fickót, Senior Pinket? Mikor találkozott a két szereplő, és ha megküzdöttek egymással, hogyan lettek mégis testvérek? Egyáltalán kik azok a Don Quixote kalózok? Sziasztok! Ez itt a Mosi Gyorsan, benne Senior Pinkel, a One Piece animéből. A tagunk a Don Quixote Family tisztje és az úszó ördöggyümölcs birtokosa, amivel a hősünk képes úgy úszni a szilárd felületeken is, mintha vízben lenne. A Don Quixote Family a Dressrosa történetében vált ismerté, és annyit kell tudni róluk, hogy egy maffia jellegű kalózbandáról van szó, akiknek Doflamingo a vezérű. Az úszó gyümölcs segítségével Senior bárhol úszhat víz nélkül is, kivéve a tengert, hiszen az a gyenge pontjuk az ördög gyümölcs használóknak. A külsője komolytalannak tűnik a babaruha és a cumi miatt, azonban a stílusa hatalmas, így a mondandói és a jelensége egy menő palit tükröznek. Még a férfiak is felnéznek rá, mert egyetlen szóval is menővé válik, valamint úgy rajonganak érte a nők, hogy az hihetetlen. Bármelyik hölgyet el tudná csábítani, de mégse él vissza a helyzettel, sőt ki is oktatja a lányokat, amiért egy korabéli férfi után koslatna. Neki ugyanis a szíve örökké foglalt marad, míg a lányokat arra kéri folyton, hogy a velük egyidős palikra vadásszanak. Június 12-én született, míg a kedvencei a felesége Rusian által főzött ételek és különösen a Gimlet nevezetű koktélt szereti. A becsülete határtalan, így arra született, hogy megvédje a gyengébeket, ezáltal az igazság mellett áll, viszont a bajtársait nem hagyná cserben, illetve a kóbormacskákat is mindig megmenti. Így, ha a Don Quixote Family rosszalkodott is, akkor is velük tartott, és amikor ki kellett állnia a szalmakalaposok hajójácsa ellen, Frankivel nagyon komolyan vette a küzdelmet. Ez Luffy barátjára is igaz volt, mivel két hasonló személyiségű és gondolkodású fazon csapott össze, a harcuk legendás lett. A mérkőzést végül Frankie nyerte meg, ám azt elismerte, hogy nem sok híja volt a vereségének, mivel Senior tényleg tud, és rendkívül ért a harcokhoz. Hatalmas érzelmek szabadultak el a csatájukban, amit csak a férfiak érthetnek, és mivel Frankie megszerette az ellenfelét, nem csak a barátjának fogadta, hanem a testvérének is. Senior jelensége egy szomorú hátteret is takar, ezáltal a múltja nem gyerekmese, de a jó hangulat kedvéért ráér később is kitérni arra, hogy mi történt vele, és miért választotta a babaruhás öltözetet. Az olyan fickókat, mint amilyen Senior, a történet szerint, és véletőleg a valóságban is, kemény fejűnek nevezik, ami azt jelenti, hogy sokat bíró emberekről van szó, és mindig a saját útjukat követik, még akkor is, ha az út tele van elágazásokkal. Ha nektek is megvan a véleményetek Senior Pinkről a One Piece animéből, aki a szalmakalaposok hajóácsának, Frankinek a fogadott testvére lett, azt osszátok meg kommentben a videó alá. Illetve arra is felejetek, ti örülnétek-e, ha a jövőben is lenne szerepe a tagunknak. Ez volt a Mosi Gyorsan, benne Senior Pinkel a One Piece animéből, hogy ő milyen módon ismerkedett meg Frankivel, és hogy miért harcoltak, valamint azzal, hogy milyen kalózbandába tartozik, és hogy miért rajonganak ennyire érte a nő, és azzal is, hogy Frankie miért fogadta a testvérének a fickót. Találkozunk a legközelebbi alkalomkor, addig is, sziasztok! Ha tetszett a videó, lájkolj, kommentelj, és iratkozz fel, és keresd a csatornát a további tartalmakért.